Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin 2016. decemberi adásában. Mint évek óta jelenleg is én vagyok a műsorvezető, Gunyec Zoltán, és állandó műsorvezetőtársam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, az ország részének legmagasabban jegyzett sakkozója. Én is mindenkit üdvözlök. A műsorunk minden évben és minden hónapban folyamatosan arról szól, hogy tudósítunk a megye, a régió és az ország sakk eseményeiről. A mai sakk adásunkban a régió, tehát az NB2 küzdelmeiről számolnánk be, illetőleg a megyei csapatbajnokság küzdelmeiről. Mint már nagyon sok alkalommal elmondtuk, az NB2 küzdelmeiben megyénk két csapattal képviselteti magát, az egyik a tiszavasvári csapat, a másik a nyíregyházi sakkiskola csapata. Az NB2 negyedik és ötödik fordulóját bonyolították le legutóbbi adásunk óta, és csapataink általában sikeresen mérkőztek meg. A negyedik fordulóban a tiszavasvári csapata Edelénnyel mérkőzött meg. Az edelényi csapat korábban sokkal szebb napokat élt meg, minden csapatnak rendkívül nehéz ellenfele volt, részben a szlovák játékosokkal megerősített edelényi csapatra gondolok, mostanra egy kicsit megkopott és tartalékosabbá, gyengébbé vált az edelényi csapat. Ezt kihasználta a tiszavasvári és gyönyörű győzelmet aratott, 7-5-re tudta legyőzni az edelényi csapatot. Másik csapatunk a nyíregyházi sakkiskola sportegyesület, a Sajó Szentpéterrel, a Saséval, Sajó Szentpéteri sportegyesülettel mérkőzött meg. A papírforma nyíregyházi sikert ígért, és ez be is következett. A nyíregyházi sakkiskola egyetlen mérkőzést, egyetlen partit sem vesztett el, mindössze 5 döntetlent engedélyezett az ellenfelének, és így 9,5-2,5 arányban kiütötte a Sajó Szentpéteri csapatot. Előbb-utóbb be kell következni a megyei csapatok rangadójának is, ez történt meg az ötödik fordulóban. Az ötödik fordulóban ugyanis a nyíregyházi sakkiskola Tiszavasvárit fogadta, mindkét csapat kissé tartalékos volt, de mindkét csapat jó játékosokkal állt ki a mérkőzése, ide nem értve magamat, ugyanis én is játszottam a sakkiskola csapatában, és a papírforma nagyobb arányú sakkiskola győzelmet ígért, ez részben be is következett, a nyíregyházi csapat 7-5-re tudta legyőzni a tiszavasvári csapatát, mindkét csapat azt hiszem a játék alapján dicséretet érdemelt, nyílcsisakos kemény küzdelem volt, ennek ellenére több part is döntetlenül ért véget, minden parti kijátszott volt tulajdonképpen, és igazságos eredmény volt a 7-5-ös nyíregyházi győzelem. A megyei csapatbajnokságban a második forduló lebonyolítására került sor. A megyei csapatbajnokságban 9 csapat játszik, így aztán egy csapat mindig pihenő, erőnyerő. Mint elmondtam, az előző fordulóban, az első fordulóban a nyíregyházi sakkiskola második csapata volt erőnyerő, most pedig a kisvárdai Refi SC volt az erőnyerő. Érdekes küzdelemnek voltunk a szemtanúi, a két relatíve gyengébb csapat mérkőzött meg egymással, Nyírbátor fogadta a Nagy Halászt, ahol iskolások képezik a csapatnak az elsőprő többségét. A két csapat nagy küzdelmet vívott egymással, és 5-5-ös végeredmény alakult ki, döntetlenül ért véget a két csapatnak a küzdelme. Ki kell emelnem a Nagy Halász csapatából Hibján Tamás mérnök úrnak a teljesítményét. Ő neki mindegy, hogy világossal vagy sötéttel játszik, a Nagy Halászi csapat első tábláján minden partiját lenyeri, megnyeri hosszabb, rövidebb küzdelem után. A további küzdelmekről, hogy beszámoljunk, a Piremon, a tavalyi bajnokcsapat a Vajai csapattal mérkőzött meg, a Vajai oroszlán barlangba ment el. A Vajai csapat korábban szerényebben szerepelt, erre az évadra azonban jelentősen megerősítették a Vajai csapatot, más megyei csapatból származó erősítéssel, illetőleg debreceni mesterjelöltet is igazoltak az első táblára. Tavaly a Piremon nagy arányban nyerte meg a megyei csapatbajnokságot, és most is igazolta a klasszisát, 7,5-2,5-re tudta legyőzni a Vajai csapatot. Ez az eredmény szép a Piremonnak is, és azt hiszem, hogy elismerést érdemlő a Vajai 2,5 pont is. A Dávid SC a tavalyi bajnokságnak az ezüstérmese volt. A
Dávid SC Fehérgyarmatot fogadta. A fehérgyarmati csapat nem szerepelt az érmesek között a megelőző években, ennek ellenére 4 pontot tudott rabolni a tavalyi ezüstérmestől, tehát a fehérgyarmat mindössze 4-6 arányban szenvedett vereséget a Dávid SC-től. Mint ismétlem, a Dávid a megelőző bajnok évadban az ezüstérmet szerezte meg. A negyedik mérkőzés a nyíregyházi sakkiskola mérkőzött meg a Balkán csapatával. A sakkiskola második csapata mérkőzött meg, tehát Balkánnyal, az egykori NB2-es csapattal. A Balkánynak kiállási lehetőségei nem voltak fényesek, 2 táblát is kénytelenek voltak üresen hagyni. Több játékosuk ugyanis egyszerűen nem tudott eljönni a küzdelemre. Így aztán a nyíregyházi sakkiskola második csapata 8,5-2 és 8,5-1 arányban tudta legyőzni a balkáni csapatot. A harmadik táblán a balkániak sakkozója Sáfrány István egy gyönyörű küzdelemben tudta legyőzni a sakkiskolás ellenfelét, illetőleg még egy másik táblán döntetlent értek el, a többi táblán a sakkiskola diadalmaskodott. Ezek után a megyei csapatbajnokság tabelláján a Piremonese vezet. Második helyen van a vajai csapat, mindkét csapat 2 mérkőzést vívott. Harmadik helyen áll a kisvárdai Refi SC, annak ellenére, hogy csupán 1 mérkőzést vívott. Negyedik helyen áll a fehérgyarmat csapata, ötödik helyen áll a nyíregyházi sakkiskola csapata, szintén 1 mérkőzést játszott, amíg a többi csapat 2-t. Az NB2 küzdelmeiben pedig a Tiszavasvári Ese jelenleg a 7. helyen áll, tehát a középmezőnyben van, a nyíregyházi sakkiskola pedig a gyönyörű 4. helyen áll, pár ponttal lemaradva a bronzérmes helyen álló Hajdúböszörményi csapattól. Beszámolván így a megye sakkéletének és a régió sakkéletének legfontosabb eseményeiről sakkozunk is. Péter nagymester, szeretném megkérdezni tőled, hogy a 4. és 5. fordulóból milyen partikat mutatsz be nekünk? Hát az egyik játszma az mindenképp egy nagyon szép taktikus parti, amelyet Rácz Zoltán játszott, a nyíregyházi sakkiskola és a játékosa. Egy rangadó volt ez a 4. fordulóból, a nyíregyházi sakkiskola játszott a debreceni sakbarátok ellen, és ugye 7-5-ös sikerrel vette az akadályt. Ugye a Szabolcs megyei székhelyen játszó ugye sakkiskolá csapata. Ez egy fontos rangadó volt. Ugye én úgy gondolom, hogy a két csapat között fog eldőlni a 4. hely sorsa, talán esetleg a 3. helyért beleszólhat, a 3. hely küzdelmeibe beleszólhat ez a két csapat, de én úgy gondolom, hogy a 4.-5. helyen ez a két csapat fog végezni, és itt egy nagyon fontos és nagyon látványos győzelmet fogunk látni, és nagyon tanulságos partit is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy kezdjük ezzel a játszmával. Milyen stílusú játékosok az ellenfelek? Én mind a kettővel játszottam már, tehát nekem is majd megvan a magam véleménye a két játékosról. Rácz Zoliról tudni kell, hogy ő nem csak a sakkban jó nevű vezető, tehát a Magyar Sakkszövetség főtitkára, hanem szabolcsi nyíregyházi sakkozó, 10-szeres megyei bajnok, egy rendkívüli erejű sakkmester, aki a taktikus és energikus játékáról híres. Kányádi Zoli? Hát én egyszer játszottam vele, az döntetlen lett. Pozíciósan viszonylag jól játszik a Kányádi Zoli, taktikusan viszont verhető. És ugye ebben a játszmában ez domborodott ki, hogy sikerült taktikai útra terelni, és én úgy gondolom, hogy túl sok kockázatot vállal Fekete ebben a megnyitásban, amit Zoltán elég simán, és hát úgy gondolom, hogy nagyon látványos partiban nyert meg. Hát Zoli ellen nem életbiztosítás taktikus állást vállalni, Rácz Zoli ellen. Én ott voltam ezen a csapatbajnoki fordulón, és a parti után hosszan elemeztük a partit, és ott voltunk, vagy 4-5-en elemezve a partit, de igazából nem találtunk sötét számára mentséget Zoli energikus játéka ellen. Hát nézzük. Igen, akkor a partit. Nézzük a partit. Tehát világosan Rácz Zoltán játszott, ellenfele ugye Kányádi Zoltán volt, E4-jel
kezdett. Fehér C5-tel folytatta, ugye a szicíliai védelmet választotta fekete, huszár F3 következett. Itt nagyon sok válasz lehetőség van, egy mellékváltozattal próbálta meglepni, ugye a két Zoltán csatájában sötéttel Kányádi Rádzoli, de ez visszájára sült-e, A6-ot lépte. Ennek az az értelme, hogy most D4 nem igazán jó lépés világossal, tehát itt két fő változat van, vagy C3, vagy C4. Tehát C3 a legfőbb változat, világos így folytatta, következett C3 gyaloggal, amire huszár F6-tal. Ugye egy ilyen C3-as szicíliai szerkezetbe mentünk át, ahol A6 tempó hátrányt jelent feketének, úgyhogy ezért itt fehér egy picit jobban áll. E5-tel ugye megtolta ezt a gyalogot, huszár D5 következett, amire D4 jött, ugye azonnal elfoglaltuk a centrumot, ezt valószínűleg le kellett volna ütni, fekete D6-tal folytatta. Ez engem az aljehin védelemre emlékeztet. Igen, hogyha átnézzük, most C4 következett, és ez teljes mértékben ugye tényleg hasonlít az aljehin védelemre, azzal, hogy ugye A6 az egy teljesen felesleges lépés, és nem beleillő be a szerkezetbe, meg fekete ugye C5-tel mondjuk az jó dolog, hogy a centrumot megpróbálja ott szétszedni. C4 következett, ez egy nagyon jó lépés, és huszár B4, én inkább bármilyen csúnya, valószínűleg inkább C7-re vittem volna, vagy B6, nem tudom, tehát nem áll jól ezen a helyen ez a huszár. A3-mal elzavartuk innen ezt a huszárt, huszár C6-ra visszament, és most jött egy olyan lépés, ami ugye elnézhető, de egy fantasztikus lépés, E6. És ugye itt, hogyha megnézzük ezt az állást, ugye futóval nem lehet ütni, mert D5-tel villa következne, felszúrnánk a futót és a lovat egyszerre azzal a centrumgyaloggal. Ha pedig gyaloggal ütne, akkor hát ott több lehetőség is van, ott valószínűleg D5-tel azonnal szétszedni, és nem nagyon van jó helye a huszárnak. Tehát vagy A7, ami katasztrófa, vagy ha E5-re mérj, akkor ugye akkor ott olyan dupla gyalog, vagy tripla gyalog képződne a centrumban. Pedig D4-re azt egész egyszerűen leütöm, és a fejlődési előny miatt sokkal jobban áll fehér. Az F7 üte6 az nem teljesen... Hát arra jönne D5, igen. Annyira kinyílnak a világos mezők a sötét király állásában, hogy Zoli úgy érezné magát az állásban, mint hal a vízben. Igen. Úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy huszár üti D4-et próbálta cserélni a figurákat, és egy tisztet cserélni, fekete következett elüti F7, és ugye hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel ugye a fehér-fekete királynak egy kicsit ugye a helyzete bizonytalanná válik, király üti F7 következett, amire huszár üti D4, C üti D4 és vezér üti D4 érkezett. Ugye most egyértelműen a megnyitási szakaszt azt ugye világos nyerte meg, ugye ez az F7 királya a fekete ugye egy rosszabb állásba keveredett. Nem vesztő még, de egyértelműen rosszabb állás. Vezér a csakkal próbálkozott, ugye itt se huszár C6-tal vagy a futóval fejlődik fekete, ugye megpróbálja cserélni a vezért, huszár C3 következett, de hát ugye ezzel csak fejlesztjük tempóval a fejleszti a tempóra is. Haderőt. Hát most jött a huszár C6 feketével, amire vezér D1 következett, hogy nehogy véletlenül is akármilyen csere lehetőséget ajánljon fel. Ha vezér F4 sakra jött volna, akkor vezér F5-tel védte volna az ki fekete. G6-tal folytatta fejlődését fekete, futó D3-mal. Ugye világos is kifejlődött, futó G7, és az alapelveneknek megfelelően nem izgatja az a C3 gyalog áldozat világost, azonnal elsáncolt. Ez a legjobb lépés, és a legerősebb lépés. Ugye most sok minden fenyeget futó D2. Ha leütnénk a C3-at futóval, ugye meggyengülnének a fekete mezők a fekete király környékén, akár még ugye gyalog áldozat árán is, és teljesen szétesne a fekete sereg. Tehát Kányádi mesterjelölt komolyabb sakkozónál, mint hogy egy gyalogért elmenjen, úgymond eprészni. Hát igen, megpróbálta inkább valahogy konszolidálni és cserélni a figurákat, ugye ilyenkor úgy lehet rosszabb álláson segíteni, hogyha minél több cserét próbálunk meg alkalmazni, ugye kevesebb figura, kevesebb gond alapján, ugye nehezebben tudja az előnyét kihasználni világos.
Huszár eljött el, ugye próbálta ezt a cserét megoldani, futó E2-vel visszajött, és futó E6-tal ugye megtámadta a C4 gyalogot, amire ugye erre mondtuk, hogy ha már majdnem befejeztük igazából a fejlődést, ugye, mert a C1 futó még bent van fehérnek, de még most olyan annyira jó helyre nem tudom helyezni, azonnal megtámadta a fekete királyt világos, F4, fantasztikus lépés, amire ugye nem nagyon van más lépés, mint huszárüti C4, tehát a gyalog áldozat csak megint megérkezett, és F5-tel egy hihetetlen jó áldozat jött. Ugye ezt nem lehet futóval ütni, mert a C4 huszár ott maradna. Kötelező vagyok gyaloggal leütni, G üti F5, amire pedig egy újabb figura érkezik itt támadásba, huszár E4. És ugye ezt kell látni, hogy ott a már a D1 vezérés, ami úgy tűnik, hogy még nincs, de már támadja, a futó, a ló meg a bástya is támadja azt a királyt, és szerintem egy lépéssel még ez a C1 futó is. Tehát hirtelen 5-10 fogott a fekete király ellen támadni, hát és ezt nem nagyon tudta kivédeni. Hát ezt a felvonulási tervet Zolinak vagy 6 lépéssel korábban kellett látnia, tehát igen, nagyon jól érezte az állásnak a jellegét, hogy hogyan kell kihozni a nyerőesélyes állást. És természetesen ugye a B2 gyalogokkal nem foglalkozunk. Itt a támadásnak a tovább vitele, a tiszteknek a még jobb helyre való fejlesztése a lényeg, tehát nem pedig ilyen B2 gyalog. Most, ahogy a nagy Petrosian mondta, egy dolog gyalogot nyerni a vezérszárnyon, másik dolog mattámadást vezetni a királyszárnyon. Hát fekete nem nagyon tudott mit tenni, király E8-at lépte, ugye huszár G5 következett, amire futó G8 jött. Ugye most megnézzük, ugye megint azt mondom, középen rekedt a király, nem tud már sáncolni, mert ellépett, és ugye furán áll az A8, meg a H8 bástya is, hogyha ezt nézzük. Futó D3 egy nagyon jó lépés, ugye az F5 gyengeségre játszok rá, és most úgy tűnik, hogy a bástya üti F5-öt nem nagyon tudja védeni fekete. Huszár üti B2 következett, és igen, nem mellesleg, ugye futó D3-on megnyílt a vezér útja a királyszárnyra, vezér H5 sakk következett, és király D8-ra pedig futó üti F5. Most ha megnézzük, ugye megint a tisztek helyzetét, hát ugye még egy bástya B1-re is fog jönni, és ugye most a fekete a királyszárnyról átment a vezérszárnyra, a fekete király, de hát ott is megérkeznek ezek a tisztek, és gyakorlatilag nagyon-nagyon rossz helyzetben van. Itt azt mondom, hogy magasabb szinten ez el van veszve, gyakorlati esélyeket még kereshet fekete. Huszár C4-gyel ugye próbálkozott, amire bástya B1-jel, ugye egy újabb figurám érkezett támadásba, ugye most B7 felé próbál kacsingatni ez a világos bástya, B5-öt meglépte fekete, de viszont megint ugye nem tudott fejlődni. És most egy nagyon jó lépés, futó E6-tal gyakorlatilag világos mezőket teljesen uralma alá vette fehér, és ezt nem tudta igazából nagyon védeni fekete. Próbálkozott még vezér C3-mal, ami egy nagyon egyszerű A4 lépéssel újabb bontás következett ugye most a fekete vezérszárnyán, ahogy a király is van. Bástya B8 következett, amire A üti B5, bástya üti B5, bástya üti B5, ugye ezt visszaütötte gyaloggal, ugye már majdnem sikerült ugye a tiszteket lecserélni, de épp még időben érkeztek a világos támadó tisztek. A üti B5-tel visszaütötte fekete ezt a bástyát, futó üti G8, bástya üti G8, és huszár E6 sakk, az nagyon erős, amire király C8 következett, és vezér üti B5-tel, ugye a vezér elindult, és ugye vezér C6 csak fenyeget, hát itt minden fenyeget. Bármilyen meglepő, hogy a fehérnek nem volt a C1 futóra szüksége a támadáshoz, végig a helyén maradt, ugye mert a bástya ugye a B vonalról jött támadni, és ugye most nem tudtam azzal jobb helyre fejlődni, vagy lépni, úgyhogy ezért így gyakorlatilag itt már vége van ennek a partinak. Huszár E3 következett még, amire futó üti E3, vezér üti E3, és király H1-re, ugye most, hát nem nagyon van, ugye, hát
nagyon nehéz jót lépni, huszár üti G7 fenyeget, úgyhogy ezt vezér C3-mal kivédte. Tehát nézzük csak, hogy nem lett volna igazán jó, hogyha a vezérrel az E6 lovat üti le Kányádi mesterjelölt. Hát az nem lett volna, mert a bástya C1 ott bástya azonnal. Bástya C1, és akkor azonnal mattot kap. Igen, igen, király D8 és vezér B8-al ott vezér közben húzza leütőn vezérrel, és mat van. Tehát nem tudok mit csinálni ezzel a játékkal. Úgyhogy bástya B1-jel ugye mentünk a nyílt vonalra, és innentől kezdve ugye futó E5-tel még próbálkozott fekete, de világos vezér B7-tel beadta a mattot. És ha megnézzük, ugye mind a három tisztnek szerepe van a matban, és elegendő figurán maradt ahhoz, hogy mattoljak. Tehát itt a fekete király kálváriája ugye az, hogy elindult F7-re, aztán visszament E8-ra, D7-re, C8-ra, tehát ugye igazából G8-ra került a bástya, bocsánat, de egyszerűen nem nagyon játszottak a fekete tisztek, tehát végig a világos tisztek domináltak az egész parti alatt, és egyszerűen nem tudta ezeknek az erejét fekete még a megfelelő cserékkel sem korlátozni. Hiába van a táblán látható állásban sötétnek gyalog előnye, világos tisztjei, ahogy mondtad, mindhárman részt vesznek a mattadásban, míg a sötét tisztek kisé szétszóródottak a táblán, tehát gyalog hátrány ide, gyalog előny oda, a sötétnek semmilyen nincs a gyalog előnyért. Hát igen. A király mesztelen. Na igen, király. Nagyon, igen, nagyon csupasz is, tehát gyakorlatilag nem védi, csak egy királynő, és az a három tisztnek az erejét nem tudta kivédeni. A második játszmában ugye Debreceni Máté volt világossal, a debreceni ugye sakbarátok játékosa, te vendégjátékosa Vajában is, úgyhogy a megyénkben is betette a lábát, és elég jó eredményt ért el eddig a megyei csébén. Ellenfele Král Péter volt, sötéttel ugye szintén a nyíregyházi sakkiskola játékosa. Karokon védelmet fogunk látni, világossal ugye E4-gyel kezdett Máté, sötéttel C6, ugye egy nagyon masszív védelmet szeretne fekete kialakítani a centrumban, D4, ugye megszerzi ugye világos a centrumot, de D5-tel fekete természetesen ugye ő is megszerzi ugye a D5 mezőt, elüti D5, viszonylag nyíltabb állást szeretne játszani világos, C üti D5 következett, és C4-gyel ugye belementek a panov támadásba, huszár F6 következett, ugye főváltozat, huszár C3, és huszár C6-ra pedig futó G5. Ez egy nagyon népszerű változat, ugye annó ezt még a Lékónak is játszották, Lékó itt futó E6-tal reagált, és nagyon érdekes, izgalmas állásban verte a Topalovot, talán vagy lehet, hogy döntetlen lett a parti, de nagyon-nagyon jól állt. Topalovot megverte ebben. Sötét egy biztosabb folytatást, E6-ot választotta ebben az állásban, amire én úgy gondolom, hogy C5 egy picit, nem is picit túl elkötelező lépés, inkább C5-i D5-öt kellene, vagy hagyni huszár F3-mal, futó D3-mal fejlődni, és ugye azzal az állás szerkezetét tudná tovább folytatni világos. C5, ugye az a terv, hogy majd a vezérszálljon itt A3, B4, B5-tel neki rohan a fekete állásának, de fekete nagyon szép ellenjátékot talált. C5 jött, amire futó E7-tel fekete ugye természetesen fejlődik, huszár F3-mal világos folytatja fejlődést, és huszár E4 következett. Ugye azonnal megpróbál ugye a centrumban ellenjátékot találni fekete, és ugye egy cserével futóüti E7-tel ugye kiszedi a fekete mezőn mozgó futókat, vezérüti E7 következett, amire bástya C1 jött. F5-tel, ugye fekete azonnal itt betonozta azt a lovát E4-re, világos futó B5-tel folytatta ugye a fejlődés, futó D7-tel ugye fekete kivédte ezt a kötést, elsáncolt világos is, és sötét is. Itt valószínűleg futóüti C6-ot kellett volna, és huszár E5-öt lépni, világossal az lett volna a legjobb lépés, és F3-mal visszazavarni azt a lovat, vagy ugye lecserélni a lovunkat. Mindenképp ez lett volna a legjobb lépés. Tehát úgy gondolom, akkor a stratégiai
stratégiailag világosnak jó elöt lova van ott bent, és ugye az a és világos... És rossz futója van. Igen, futója elviekben nem annyira jó. Én biztos, hogy azt játszottam volna. A három következett, szerintem ez biztos, hogy pontatlan lépés, és ugye itt már nem is engedte cserélni fekete a lovát, huszár B8, ami egy paradox lépés, ugye visszafejlődök, de nem adom oda, a stratégiák nagyon jó, és ugye ki akarom cserélni a rossz futómat. Tehát, hogyha fejjel futó, jó futójára. Igen, leütné a futót, akkor huszár üti D7-tel kint van a lovam, és ugye megszabadultunk a rossz futónktól. Futó D3-mal ezt ugye nem cserélte le, világos A6, következett, ugye az az értelme, hogy huszár C6-ra nem mehessen vissza a futó B5-re, és ott ugye jól álljon ez a ló C6-on, és ne tudja cserélni. Bástya E1 következett, amire huszár C6, és huszár A4-jel ugye ment előre, világos, ugye a vezérszányon, ahogy a terve is adta stratégiája. Fekete viszont ugye világos jön a vezérszányon, a királyszányon indult előre, G5-tel megtámadta a világos királyszárnyat, huszár B6 következett, bástya AD8, amire H3-mal ugye még a G4-et védte, de H5-tel sötét tovább tudta, és viszonylag zárt a centrum, ugye azért tud így nekiugrani a királyszárnyon fekete a gyalogjaival. Futó F1 jött, ami én úgy gondolom, hogy nagyon passzív védekező lépés, ebben nem hiszek ebben a lépésben, ugye G4 azonnal érkezett, amire huszár D2 jött, és erre pedig vezér F6. Ez azért jó lépés, mert a D4 gyalog is lóg, ha pedig leütne E4-re, akkor ugye F gyaloggal ütnék vissza, és az F2 gyalog is. Kinyílik az F vonal, ahol már a vezér és a bástya oda kacsingat. Igen. Ugye világos huszár B3-mal folytatta, ugye most ha azt nézzük, még egy védőfigurát elviszek a király védelmétől, tehát ez biztos, hogy nem jó lépés. Jó, valamivel meg kellett védeni a D4 gyalogot, tehát más lépés nagyon nem volt, de erre meg fekete folytatta, és bástya F7-tel ugye viszi át a bástyáját, bástya F7 következett, G7-re vagy H7-re ugye a támadó királyszányra. F3 következett, amire huszár G3, bástya C2-vel fehér is hozná a bástyát, bástya G7 következett, amire király H2 jött, és ugye vezér H4-gyel, most nézhetjük, három tiszt nagyon erősen támad. Bástya E3 jött, ugye ami belerakta egy motivumba ezt a bástyát, tehát végül is ez volt a vesztő lépés, erre G üti H3, következett G üti H3, huszár üti F1, ugye azt szokták mondani, hogy védekezni nehezebb, és ugye könnyű rosszat, tehát elrontani a védekezést is. Most ezt következett, vezér üti F1, és vezér F4 sakkal kettős támadás tipikus példáját láthatjuk. Király H1, vezér üti E3, bástya G2, bástya üti G2, vezér üti G2, és király H7 után nem látta tovább értelmét folytatni a küzdelemnek. Világos is feladta a partit. Köszönjük a parti bemutatását! Ennyi fért a mai adásunkba. Tisztelt nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, remélem élvezték a bemutatott partikat, viszontlátásra! Viszontlátásra!